akkor ez egy olyan téma lesz, aki a funkcionális programnyelvek ismerőinek teljesen új lesz érzelmek. Az adattudomány az meg azért szerintem sokaknak ismerős lesz. Hát először is, amikor az ember az adattudomány és az érzelmek viszonyáról gondolkozik, akkor valahogy a hazudj, ha tudsznak a képsora jutnak eszébe, hogy biztosan mikroarc kifejezésekből emberek vénájának a fogdosásából rá lehet jönni arra, hogy emberek hogyan éreznek. Én is a felvételinél, a cégnél ezt gondoltam, hogy majd ezt fogjuk csinálni, és készítettem is azt, hogy minden gyorsabban el tudja mondani egy vénafogásról, hogy az ember szomorú vagy vidám. Na de azért azt tudni kell, hogy Hollywoodban sok minden sikerül, lássuk csak a Charlie Sheen filmek bevételét, de hogy nem minden valóságos. Most érzelmeket lehet viszont mérni, nem feltétlenül ezzel a vénafutosós meg arcmimika tanulmányozós módszerrel, de kétségtelenül a mimikának a tanulmányozása az egy nagyon up-to-date topic. Itt lehet látni, hogy a Microsoftnak már van is egy ilyen API-ja, amit föl lehet használni, nagyon egyszerűen lehet hozzá fájléket küldeni, és meg tudja mondani, hogy ez az úri ember ott a képen éppen azt hiszem, hogy neutrális arckifejezést vág. Én ezzel nem értek egyet, de a Microsoft mögött egy komoly csapat van, akik ezt tanulmányoznak. A másik az, hogy szemmozgás is lehet tanulmányozni, például az, hogyha az embernek egy bizonyos arc kifejezése az milyen pillantásra, tehát hogy miközben megnéz mondjuk egy képet egy arcra, vagy egy testre néz közben, miközben egy mosolyát fut rajta, ebből lehet szintén következtetni arra, hogy milyen érzelmei vannak. Na most az igazán érdekes persze ott jön, amikor elkezdünk egy kicsit ennél mélyebbre menni, és például az EEG-t, ami az Electronic Encephalogramnak a rövidítése, itt a második képen látható, agy elektromos jeleket lehet elvezetni, amik sokkal direktebb hozzáférést nyújtanak az érzelmekhez. Emellett pedig kétségtelenül a vénafogdosásnak van egy tudományosabb megfelelője is, ez a szívritmusnak a szívritmus mértékének és a szívritmus variabilitásának tanulmányozása, ami sokkal inkább egy tudományos megközelítés. És a bőrellenállásnak a változása az, hogy ha most nem lenne ennyi minden a kezembe, akkor tapsolnék egyet, hogy ezt mindenki láthassa, de otthon nyugodtan ki lehet próbálni, hogy amikor ezt mondjátok, hogy a bőrellenállás változás, és valaki azt mondja, hogy az mit jelent, tapsoljatok egyet, és egy pillanat alatt rá fog jönni. És hát amikor készítettem a diasort, akkor azért a párom hozzátette, hogy azért, hogyha nem tudod, akkor a legegyszerűbb az, hogyha megkérdez. És az, hogy miért érdemes a mimikán túlmenni, na most az a helyzet, hogy onnantól fog, hogy médiakutatásba fog az ember, és reklámokról kell eldönteni azt, hogy melyik a jó, melyik a rosszabb, onnantól fogva azzal kell szembenéztünk, hogy a tesztelők azok nagyjából az érzelmeknek ezt a skáláját mutatják be, és ráadásul különféle arcaik vannak, de körülbelül ilyen érzelmi változásokat tudunk végigkövetni a videókon. Ha felgyorsítjuk egy, azt hiszem ezzel a 48 ezer képkockával, akkor igen, izgalmas lesz, de nem túlságosan értelmes. Na most, ennek egy további érdekes része az, hogy egyáltalán onnan tudjuk azt, hogy mit érzünk. Tehát, hogy a megkérdezés az egy egyszerű dolog lenne, de sajnos, vagy nem sajnos, szerencsére nekünk ez a biznisz a dolog, hogy ez nem mindig tudatosul. Ráadásul az a szó repertoár, amivel leírunk érzelmeket, az egyáltalán nem egy olyan széles skála, mint maguk az érzelmek. Végig izgultam a közvetítést, izgultam a vizsgán, izgalmas volt az előadás, de teljesen más izgalom szintek. És ráadásul a linearitás az egy további kérdés, és itt szeretném azt mondani, hogy igen, ez ráadásul egészen más pontokon látjuk azt, hogy a különböző izgalmi szintek, itt ahogy a barátok közten át eljutunk a Jamie-ig, teljesen más fiziológiás változások következnek. És az, hogy mit lehet ebből megtudni, na most ez itt, amit egy néhány hónappal ezelőtti modellünk mutat, az az, hogyha egyetlen egy
metrikát használnak, például mondjuk a mimikát valamiért, akkor nagyjából ennyit lehet megmondani ezekről a nagyjából egyforma érzelmekről. Viszont, hogyha sok fajta metrikát használunk, és nem lineáris kapcsolatokat feltételezünk, akkor pedig ennyi mindent. És akkor körülbelül ennyit terveztem, akinek ez az ábra már elindította a fantáziáját, az ajánlom, hogy jelentkezzen hozzánk. Háromféle megoldás van az ábrán, hogyha rákérdeztek, akkor szívesen meg is mondom. Igen. Mi van az ábrán? Aha. Tehát itt az ábrán azt lehet látni, hogy egyrészt van egy a data science területen mindig a ground truth az, amit meg szeretnénk jósolni. Ez 1-től 7-ig emberek osztályzata arra, hogy mennyire találták izgalmasnak azt az adott videót. Na most a másik axis-en azon a predikcióink vannak, és ugye azt lehet látni, hogy ha egy ilyen kis béna modellt rakunk rá, akkor az nem igazán tanul, tehát hogyha nem tudnánk semmit arról, hogy mit néztek, akkor egyszerűen az átlagot mondanánk. Mert ennél nagyon picivel többet tudunk elmondani, de ezt igazából én nem mondanám semminek. És ehhez képest akkor, hogyha viszont felhasználjuk ezeket a metrikákat, és erre egy komplex modelleket építünk, akkor ezt lehet találni. És egyébként, hogyha ebben implikálom azt a kérdést, hogy ez miért érdekes ez a piros. Ez a piros az azért érdekes, mert hogyha az ember lát egy ilyen kegöl versenyt, ott ez a piros vonal, ez ettől függetlenül ez itt fog menni, csak nagyobb lesz a variancia körülötte. Na most annak, hogyha az a piros vonal ez mégsem itt megy, és nem a variancia lesz nagyobb, hanem kicsi varianciával, ez alatta lesz, tehát a szög lesz, a bezárt szög lesz kisebb, ennek három lehetséges megoldása van, az egyik az, hogy béna voltam, ezzel most, hogy így, ha ezt bebizonyítjuk, akkor a kirúgásomat kockáztatom. A másik az, hogy valamilyen exotikus loss function-t használtam föl, és azt optimalizáltam. A harmadik az pedig az, hogy valamilyen unsupervised learning van benne ebbe a hierarchikus stackbe. Igen. És visszatérve, hogy azt akik, hogy megnézheti valaki egy filmet, és hányosra értékelt, hogy ő mennyire izgult, tehát ez egy ilyen beszámoló, tehát tulajdonképpen végül megkérdezted, hogy... Igen. És ez miért kérdezem, ezt pedig tálom? Azért, mert hogy ezt az értéket, ezt nem egy kérdésre kaptam, hanem több kérdésre kaptam, és nekem nem az lesz az érdekes majd, hogyha ha emberek mondjuk néznek sok videót, és tudják azt, hogy én azt fogom tőlük megkérdezni utána, hogy mennyire találták izgalmasnak, akkor az teljesen módosítja a meg. Nem erre kíváncsiak a hirdetők. A hirdetők arra kíváncsiak, hogy nézed a barátok köztől, berakom a Telekom reklámomat, és te erre mit fogsz reagálni. Igen, ez az egyik nehézsége a dolognak egyébként. Szerencsére az a helyzet, hogy nagyon sok embert megkérdezünk, és reménykedünk benne, hogy a centrális határozás tétel működik. Nagyon ritkán nem működik, úgyhogy szerencsénk van itt. És hogy egyébként maga a modell, az viszont azt már tudja, hogy egészen másfajta változásokat keressen lent, mint felett. Tehát más metrikákban keressen változásokat. Igen. Ez a mai, tehát a közeli jövőben látom, hogy ez abszolút jön, de hogy ez ma hol van felhasználva az, amikor egy ilyen teszmányozatokban? Ennek a mai felhasználása, tehát nyilván otthon engem még a tévé nem néz. Milyen olyan helyzetekben van használva ez, ami a teszt eseteket beszámítva? Most két felhasználása van. Az egyik az, hogy minden hónapban itt Magyarországon egy nagyon jó menő startup, az tart hónapra ilyen tracking study-kat, ezek mi vagyunk, és be lehet jönni, és akkor meg tudod nézni. A másik az, hogyha például van egy okosórád, itt néhányatoknak a kezén láttam, esetleg otthonra vettél egy EEG-t, mert érdekelt az, hogy működik a neurofeedback.
azokon ezeket már magadnak is elkezdheted tanulni, és azért egy érdekesség az, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, akár otthon saját magadon. A legnagyobb nehézség ebben az az, hogy nekünk itt egy borzasztó rövid idő alatt kell megmondanunk egy emberről, amit nagyon hosszú idő alatt nagyon jól meg lehetne, az, hogy ő neki hogy reagál az agya mire. Tehát ehhez egy ilyen kísérleti adatfelvétel, ez egy óra körülbelül, ez egy nagyon rövid idő. Tehát, hogyha mondjuk magamon mérném, lenne egy ég, én magamon mérném ezeket, több napig venném föl ezt az adatot, akkor elképesztő érdekes dolgokat lehetne megmondani, limitáltan magamról, de nekem ez jó az élet. Oké, hozzászólnék csak az előző kérdéshez. Én is ennél a cégnél dolgozom. És tehát alapvetően a médiakutatásban ez egy eszköz, ami ma kérdésekkel működik. És a te kérdésedre a válasz az, hogy megkérdezés nélkül is tudjunk dolgokat mondani. Tehát azért érdekes ez a grafikon, mert kérdezés nélkül is meg tudjuk jósolni, hogy egy ember hogy fog reagálni. A kérdezés maga egy elég inkonzisztens dolog. Igen. És neked pedig az, hogy ez egy médiakutatás, tehát rengeteg sok pénzt költenek reklámokra és videókra, és mi abban segítünk, hogy hatékonyabban költsék el a pénzeket, és jobb anyagokat tudjanak csinálni. És ezt jobban valamilyen módon tesztkörnyezet, de ezt igazából a okos órák fitness trackerek terjedésével lehet kivinni teljesen otthoni környezetben is. Akkor utolsó kérdés, hogyha ha tényleg egy perces válasz. Utolsó kérdés. Olyan, hogy nem tudom, más, tehát médiakutatás, médián megpróbáltatok kérdni, például az, hogy van az a kérdő, amit nem kérdezem, mégis kitöltenek, ez pedig a posztok, hogy például látják a barátok közben a reklámot, akkor nagyon sokan elkezdenek, hát nem Magyarországon, külföldön Twitteren nézselni, stb. És hogy ezt próbálják kutatni, mert vannak kutatások, akik igen, és hogy ti erre itt nem látok el, vagy mert az most egy jelenlegi nagy adat, amit fel lehet dolgozni, vagy úgy nem? Ez egy nagyon jó kifejezés volt, tendálhatunk el. Szuper! Köszönjük szépen!